Borulás ünnep, a Kínával, az utolsó kapcsolja le a villanyt. 2022. október 21-e van, péntek, ez itt a TC Híradó, én a Karatta vagyok, sziasztok! 1997. október 21-én, vagyis pontosan mához, ha jól számolom, 25 évre. Egy Mercedes A-osztály a svéd Technikens Vard nevezetű autós szaklap tesztjében felborult. Miért ünnepeljük ezt az alkalmat? Képzeld, nem is mi ünnepeljük, hanem maga a Mercedes, ami a szükségből erényt kovácsolásnak talán a legdurvább példája, amit az autóiparban eddig valaha láttam. Történt ugyanis, hogy ez az autós kipróbálta, hogy mi történik, hogyha végigcsinálják az akkor még senki által nem ismert jávorszarvas tesztet, aminek a lényege ugye egy olyan irányváltás sorozat, amikor mész az úton, kilép a jávorszarvas, ami nem a marén szarvas, mert az picike, a jávorszarvas meg rohadt nagy, és pont beesik a szélvédőn. Szóval egy kormánymozdulattal kitérsz, egy másikkal visszaállítod az autót egyenesbe, egy harmadikkal visszamész a sávodba, és egy negyedikkel bejössz megint egyenesbe. Tehát ez lényegében olyan, mint a két ilyen fejű mozdulat lenne, de az technikailag egy négyes irányváltás. Ezt, ha a tempó elég nagy, és az ívek elég szűkek, és elég sok tapadás van a felületen, némelyik autó nem szereti. Az a egy tömpe, relatíve magas építésű autócska, mi ráadásul ugye ilyen szendvics padló sem volt kitalálva, tehát a gépészet viszonylag nagy részét bepakolták az utastér alá, azért, hogy az utastér magas lehessen, de főleg kényelmes, tehát a magas ülés pozíció miatt így álló lábak miatt tök sok tér volt benne, azt mondták annyi, mint egy akkori e merciben. Részben ezzel összefüggésben az A-osztály felborult. A teljes történet az az is hozzátartozik, hogy ez egy nagyon ez egy terhelt áosztály volt. Tehát az üres autók nem borultak föl, hanem amikor mindenki ült benne sokan és tele voltak a csomaggal, akkor lehetett igazán kétségbe kétségbejteni. Minden esetre a Mercedes nem szarozott, hanem beleállt ebbe a sztoriba már akkor is keményen, úgy járt el, mint a világ legmerőbbnek tartott autómárkája, ami ugye nagyon büszke arra, hogy az ő csillagánál semmi sem csillog fényesebben, és azt mondta, oké, okay, ez így ebben a formában szar nem magyarázom meg, hogy igazából miért jó ez így mégis, hanem azt mondom, hogy visszahívom az összes eddig eladott autót, és belerakom szériában az ESP-t, és ezen kívül némi mechanikai változtatásokra is sor kerül. Tehát nem csak elektronikai, hanem ha jól emlékszem, akkor talán keményebb rugókat is kapott, vagy valamit csináltak vele még a stabilitás érdekében. Szászónak is egy a vége, az a onnantól kezdve soha többet nem borult föl a Mercedes pedig az ESP-t egy idő után beletette minden autójába. Eredetileg elsőként a Bálna kupéba, az s osztályba és utána néhány évvel később, 1998-tól egész pontosan, mindenbe. Az ESP akkor a karriert futott be, hogy 2011-től az Európai Unió összes országában kötelező, tehát az azóta eladott minden autóban van elektronikus menet stabilizáló, és ez eléggé látszik is a számokon, tehát sokkal kevésbé jellemző manapság, hogy egy autó felborulna. Érdekes, hogy egyébként szoktak megbukni modern autók is a jáborszarvas teszten, de már nem úgy, hogy felborulnak, hanem legfeljebb úgy, hogy egyszerűen nem tudják az előírt tempóval végigcsinálni ezt a kikerülési manővert, ami egyben azt is jelenti, hogy ha mondjuk 90-nél csinálnád, és az autó csak 72-vel tudja, Általában a mai ESP-s autók akkor sem felborulni szoktak, hanem legfeljebb ilyen tehetetlenül csúszkálva egyszerűen nem hajtják végre, amit a kormánykerék kér. Ez nyilván azt jelenti, hogy az igazából nem annyira klassz, nem annyira stabil, de azért borulásgyanús esetből nagyon keveset láttunk. A Merci nem állt meg itt, hanem vitte tovább a fejlesztéseket, és tulajdonképpen ezért is büszke erre az egész sztorira, hogy azt mondták, hogy jó, akkor ők ráállnak erre az elektronikus biztonság vonalra, és egyrészt 2005-ben bevezették a PreSafe nevű rendszert, ami arra utal, hogy az autó már az előtt elkezd vigyázni rád a balesetben, mielőtt te tudnád, hogy baleset lesz. Ez kezdetben annyit jelentett, hogy mondjuk felhúzza az ablakot, vagy a felfújós szék autóknál, ugye van olyan, ami úgy támaszt, mondjuk deréktámaszt, vagy oldaltámaszt, hogy hogy levegővel fújja föl, de azoknál egy kicsit elkezd rápöffenteni előre, hogy letoljon mondjuk arról az ajtóról, amelyikről sejti, hogy mindjárt becsapódnak oldalról. Aztán néhány évvel később jött a Presave Plus, ami például olyat is tud, hogy amikor hátulról valaki belét terveződni, amit nyilván esélytelen, hogy észrevegyél, akkor elkezdi nagyon durván villogtatni a hátsó lámpákat, hogy ha ho ha ho ha ho ho hát ha sikerül, nagyon szomorú, hogy ugye amikor valaki éppen tiktokozik vezetés közben, vagy nagyon fontos sex chattingben van, akkor általában ezt sem veszi észre. Aztán jött 2016-ban a Presafe Sound, ami talán a legérdekesebb az összes közül. Képzeljétek el, a Presafe Sound az egy hirtelen, hangosan megszólaló hanghatás, ami ráadásul pink noise, vagyis rózsaszín zaj, az egy olyan típusú zaj, ami a teljes frekvencia spektrumnak, tehát a legmélyebbtől a legmagasabbig terjedő spektrumnak egy olyan kialakítása, ami egy kicsit inkább lefelé húz, tehát összességében intenzívebben vannak meg benne a mély hangok, mint mondjuk a white noise-ban, a fehér zajban, ami csak ez a ssss, egyenletes hisegés. És ezt azért csinálja az autó, mert a karamból nagyon hangos, és pláne extrém hangos, amikor kirobban körülötted mondjuk 8 légzsák. És annak a hanghatásnak, a hallásra gyakorolt tartós károsító hatását lehet egy kicsit csökkenteni azzal, hogy előkészül a füled, tehát hirtelen elkezd buh, zúgni a hangrendszer, amiatt a füled is így készen létben áll, ott valami kis izom csinál valamit, amitől viszont nem lesz annyira drasztikus az a száz sok decibel, amikor a pirópatronok mindenhol felrobbannak. Na, ilyen jellegű dolgokat csinál Merci, és ez tök menő, ezért érdemes volt felborulni. Vámháborúzni kéne Kínával, mondta Carlos Tavares, a Stellantis vezetője a Párizsi Autószalonon, miközben Emmanuel Macron mellett ácsorgat, ugye ő a francia köztársasági elnök. Mi is beszéltünk arról itt a híradóban, hogy a kínai autómárkák egyre másra jönnek Európába. Utoljára ugye a BYD volt a nagyon fontosak közül, ami megérkezett. Előtte beszéltünk a Great Wall-hoz tartozó mindenféle márkákról, nekik van az aranyos Funky Cat nevű autójuk. És általában az apropó az volt, hogy most kezdik őket forgalmazni sok európai piacon, és hogy már a törés tesztjeik Se rosszak. Tehát ezek most már korszerű elektromos autók, amiket ráadásul relatíve olcsón tudnak kínálni a piacon, és hát nem nagyon van mire fogni, hogy miért ne vásárolják meg az emberek, miközben az európai autógyártóknak egy jelentős része igazából nem ugrott ebbe bele elég gyorsan, kicsit bealudt, nincs annyira jó technológiája, és nagyon rászorul arra, hogy mindenféle állami segítséget kapjanak a vevők ahhoz, hogy ne legyenek túlságosan drága az elektromos autóik, és igazából így is túlságosan drágák. Most ennek kapcsán mondta azt Carlos Tavares, akihez mondjuk az európai villanyautók közül a Peugeot l e 208 E2008 tartozik, annak az Opel kivitelei, tudjátok, hogy mindegyiknek van Opel párja, a Korza mondjuk, vagy a Mokka. Szóval azt mondta, hogy amikor ők árulnak Kínában autót, vagy árulnának, akkor az attól függően, hogy hova érkezik, 15 vagy 20 százalékos vámteherrel sújtódik, ezzel szemben, amikor Európába hozzák a kínaiak az autóikat, arra egységesen 10% van mindenhol. Ez rögtön azt jelenti, hogy van egy ilyen nagyjából 5-10%-nyi különbség a két iránynak a profitabilitása között, vagyis tulajdonképpen az Európai Unió ilyen szempontból Kína kezére játszik. Ez zavaros sztori. Egyrészt azért, mert ezeknek az autóknak a komponenseinek egy jelentős része mindeközben ugyanúgy Kínából jön. Tehát, hogyha elkezdenek árháborúzni Kínával, akkor az Európában készülő európai autókba Kínából vásárolt mindenféle komponensek, mondjuk az akkumulátor vagy az akkumulátor különböző nyersanyagainak az ára az adott esetben ugyanúgy elszállhat. Aztán csomószor van, hogy egy európai gyártó Európában úgy árul autót, hogy az valójában igazából nem egy európai termék technikailag. Például mi történik a Teslával, hogy mondjunk egy példát, hogy oké, okay, van olyan, hogy a berlini gyárból veszel meg egy Model y de olyan is van, hogy egy másik Model y veszel, ami nem Berlinből jön, hanem mondjuk Kínából, vagy Model 3-at veszel alapmodellt, ami szintén Kínából jön. Akkor két különböző vámot fogsz ráfizetni, miközben a gyártó az egyik esetben amerikai, de Németországban gyárt, a másik esetben amerikai, de Kínában gyárt, és van ilyen eset is, hogy amerikai és ténylegesen Amerikából gyárt, hogy ezek akkor mind különböző áru dolgok lennének. Látszik, hogy valójában azért a világkereskedelem az egy Komplikáltabb dolog annál sem, mint hogy csak így azt lehetne mondani, hogy akkor ez legyen, meg az legyen, és majd akkor az úgy mindenkinek úgy lesz igazságos. Az egészen nagyon érezni, hogy tényleg erősen elkezdtek verejtékezni az európai gyártók. Látszik, hogy nem igazán versenyképesek sok esetben a termékeik. Látszik, hogy már megtanulták a saját bőrükön, hogy a távol-keleti konkurencia az nagyot tud harapni. Ne felejtsük el, hogy mostanra a világ legnagyobb autógyára a japán, és valaha a japán autó volt a kínai autó, ők voltak a Kicsit gagyi, kicsit vacak, de így azért legalább olcsó, meg legalább így egész oké, okay, megbízható. És aztán innen jutottunk el odáig, hogy ma a Toyota a világon a legnagyobb, és nyilván attól fél mindenki, hogy mi van, hogyha most kína lesz a következő ilyen. Hogy ezen lehet-e vámok tekergetésével, ezen a folyamaton érdemben valamit csinálni, azt én nem tudom. De lehet, hogy te tudod. A Volkswagen bejelentette, hogy befektetőt keres, hogy valakinek eladja a Kalugai gyárát. A Kalugai gyára Moszkva mellett található, és egy kifejezetten nagy autógyár, egy kb. 250 ezer autós kapacitású nagy gyár. Ezzel a Volkswagen az egyik utolsó, amelyik azt mondja, hogy ők a maguk részéről akkor így elengedték az oroszországi termelést és az orosz piacot. A múlt hónapban ugye a Toyota szállt ki, azelőtt a Renault, azelőtt a Nissan, és tulajdonképpen mostanra általában azok, akik csak árultak, azok már azt rég hagyták. Tehát most igazából már nem az értékesítés befejezése, hanem ahogy gyártás volt, ott a gyáraknak az átadása zajlik. Az átadás egyébként ugye ideális esetben úgy menne, hogy ezek milliárd euró szintű, nagyon nagy értékű épületek, gépsorok, és itt tovább, és itt tovább, amire nyilván tök jó lenne ennyiért vevőt találni, de természetesen nincs rá ennyiért vevő, hiszen Másik nyugati ország nem vásárolhatja meg, és nem is akarná megvásárolni. Alapvetően bottal megpiszkálni se nagyon szeretnék. Szóval, mi merül föl? Vagy az merülne föl, hogy megveszi egy orosz cég, de az orosz cégek sem különösebben tőkeerősek jelenleg, vagy megveszi egy kínai cég, hogy aztán Kínában a nyugattól megvásárolt gépsorokon gyártsanak majd ki tudja milyen autókat az orosz piacra első körben, aztán később lehet, hogy majd egyszer exportpiacokra is, nyilván nem az embargós országokban, ahol ugye amúgy lehet megvásárolni ezeket a termékeket. Általában elég nyomott áron kelnek el, olyan is volt már, hogy egy, egy, egy az az egy darab jelképes euróért adtak el nagyértékű autógyárat, ugye a Renault például ezt csinálta jobb híján, melynek kapcsán Sergei Sobyanin Moszkva polgármestere be is jelentette, hogy az egyik ilyen Megvásárolt gyárban, sok hónap szünet után, végre újraindul az autógyártás, és tudjátok, mik fognak ott készülni: Moszkvicsok. Legalábbis Moszkvics néven fognak. Nyilván valami olyan jellegű autó, ami hasonlít ahhoz, amire a gépsorok eredetileg be voltak lőve, részben ellopott, részben átalakított, részben a beszerezhetetlen alkatrészek kihagyásához igazított átkutyult formában. A szovjet autógyártás is így kezdte annak idején. Mindennyian jól ismerjük azokat a híres szovjet modelleket, amik mondjuk kompletten ellopott Opel gyártósorból kezdtek aztán megérkezni, mint KGST termék. Hát a történelem, ahogy mondani szokták, ismétli önmagát. Kicsit nyomasztó, hogy ennek a történelemnek mi hagyományosan a szopóágán szoktunk lenni, és mutatnak bizonyos jelek arra, hogy... Most is, mintha abba az irányba helyezkednénk, de ez nem tartozik szorosan a tárgyhoz. Azzal párhuzamosan, hogy a Volkswagen eladja ezt a bizonyos gyárát, egy másik érdekes hír is volt róluk, mégpedig az, hogy a svéd nyugdíjalap, a Dán nyugdíjalap és egy Church of England nevű nyugdíjalap bepereli a Volkswagent, mint nagy részvényesek, tehát ezek a nyugdíj alapok, ezek nagyon sok pénzt, a nyugdíjakra befizetett pénzt, azt ugye fialtatják, hogy aztán többet tudjanak visszaadni. Ezért beszállnak biztonságosnak tűnő befektetésekbe, például a Volkswagenbe. És azért perelik a volkswagen mert a Volkswagen nem hajlandó megmondani, hogy milyen lobbistáknak, milyen lobbizási ügyekért fizetett. A lobbizás ugye azt jelenti, hogy valaki megbíz valakit, hogy az járjon el a nevében, és próbáljon meg elintézni valamit mondjuk a jogalkotónál, vagy a törvényhozás gépezetében. Ezt minden autógyár is csinálja, és egyébként minden nagy szereplő is csinálja, csak nyilván sokkal nagyobban, és azért fizetik a lobbistáikat, hogy azok mondjuk intézzék el, hogy ne legyen az, hogy mondjuk keresztül megy egy olyan jogszabálytervezet Németországban, hogy nem lehet egy bizonyos dátum után, mondjuk 2025 vagy 30 vagy 35 után mondjuk belső égésű motoros autót eladni, mert ez mondjuk nagyon rosszul érinti mondjuk azt az autógyárat, amelyik mondjuk nagyon sok millió belső égésű motoros autót gyártott eddig, és azt nagyon jól tudja költséghatékonyan csinálni, de nem ért mondjuk ahhoz, hogy elektromos autót hogy kell költséghatékonyan. És ezek a nyugdíjalapok azért perelik a volkswagen mert azt gyanítják, azt bélik tudni, hogy a Volkswagen miközben arról szólnokol, hogy mennyire elkötelezett az elektromos átállás és a klímacélok betartása mellett, ezzel párhuzamosan valójában lobbistáknak fizet azért, hogy azok járják ki az EU-nál, hogy valójában a lehető legkésőbbre kerüljenek azok a jogszabályok, amik nehezítik a mostani rendszer fenntartását. Mondjuk az Euro 7, ami nagyon régóta úgy volt, itt van a nyakunkon, és mindjárt kivégzi a belső égésű motor, de valahogy még senki se látta. És valahogy mindig elhalasztódik, és valahogy igazából kise dolgozódott, nem lehet tudni, hogy hogyan. Na, hogy az ehhez hasonló dolgok mögött esetleg nem az van-e véletlenül, hogy a Volkswagen, és bizonyára mások is erre egy csomó pénzt költenek. És ők, mint nagy Volkswagen részvényesek, ezt azért szeretnék megtudni, mert ők ezzel nem értenek egyet, mert szerintük ezek fontosabb dolgok annál sem, mint hogy érdemes legyen miattuk így ügyeskedni, és joguk van tudni elvégre sok százmillió eurójuk van az adott vállalatban, de az adott vállalat, képzeljétek, nem mondja meg. A Volkswagen azt mondta, hogy nem mondja meg, sőt, nem engedi ezeknek a nagy részvényeseknek, hogy a következő közgyűlés témája legyen ez, mert azt mondják, hogy ez a menedzsment hatásköre, és a menedzsment nem ért ezzel egyet. Úgyhogy erről egyszerűen nem beszélünk. És ha nem beszélünk róla, akkor nyilván nincs is. Komment szekció. Zsigó Dávid. Akik sokat gyalogolnak, tovább élnek, mondtam én, köszi, postás vagyok. Tök jó érzés, hogy rendes, talpas postás is néz TC híradót. Király. Aponyi László. Szia Karotta! Nagyon jók a TC híradók, simán kiváltják a TV híradót, köszi érte. Én is köszi. A tegnapi híradódat annyiban egészíteném ki, hogy nem a Rolls-Royce Spectre hangszigetelése 700 kg, hanem a 700 kg-os akkupak hangszigetelésként is szolgál. És itt szerepel ugyanez németül. Ezt a német automotorsportban sportban találtam. Nos, lehet. Én egy másik forrásból dolgoztam, és bizony előfordul, hogy valakik egy kicsit hanyagul vesznek át bizonyos információ -morzsákat. Nekem a tisztán 700 kg hangszigetelés az amúgy is nagyon soknak tűnt, erre utaltam is a videóban. A 700 kg-os akkucsomag az egész érthetőnek tűnik, és arra ráfogni, hogy ha már ez úgyis egy ilyen rettenetesen nagy tömeg az autó hasa alján, és hogy az valamilyen módon segít a zajok elnyomásában, szigetelésében, azt is el tudom éppenséggel képzelni, szóval lehet, hogy erről van szó, majd keresek közvetlenebb forrást. Ha esetleg véletlenül úgy nézed a TC híradót, hogy valójában mondjuk a krúi gyárban dolgozol, vagy valahol, ahol készülnek rossz rajzok, -ok, és tudod, hogy mi az igazság a hangszigeteléssel kapcsolatban, vagy te szállítod oda a gyapotot Magyarországról, akkor feltétlenül írd meg Léci kommentben, vagy nekem e-mailben. Időjárás. Nem tudom, hogy a hétvégén fog-e esni, de az biztos, hogy ez ez nagyon durva eső a javából. Ilyen az, amikor valakinek a fejére esik a fiastyúk csillagkép, hiszen ez egy Subaru, és Csabotarev megint túlélte, de megint nagyon kevésen múlott. Ezek a csávók, ezek maguk a kultúrájáró korsók, nagyon rettegek mindig megnézni a frissebb és frissebb tartalmaikat. És ha már úgyis itt a hétvége, azt kívánom, hogy legalább olyan nyertese légy a hétvégének, mint az a srác az életének, aki azon a retro konzolon, az ősi Gran Turismo egyes játékot játsza, és azt a pillanatot mutatja meg, amikor nem tudja megvásárolni benne a Toyota szuprát, mert nincs rá pénze a játék szerint. De a valóságban, a valóságban ott áll a Suprája a garázsában. Szóval az illetőnek Suprája van, garázsa van, retro konzolja van, és ideje van, hogy azon játszani tudjon. Akkor mikor keresi meg a pénzt rá, azt nem értem. De biztos nem hétvégén, mert hétvégén nem dolgozunk, szóval remélhetőleg neked se kell, remélhetőleg nekem se kell. Köszi szépen, ez volt a TC Híradó erre a hétre. Találkozunk a jövő héten, hétfőn. Szevasztok!